Sziasztok, szervusztok srácok! Ugye most megjelent a mai nap folyamán a Season 3-as Battle Pass, nagyon szépen megköszönöm, hogyha használjátok Super Creator kódomat, ami nem más, mint Ghost War Rider. Köszi szépen, ha használod! Jó szórakozást a videóhoz! Nézzük! Nézzük a gameplayt! Na nézzük, te erre most tényleg kíváncsi vagyok. Új, a grafika az már most jó. Oké. Mi ez? Aha. Az indákon való csúszás. Oké. Bumerang. Ott van a cannon. What the... Ez valami... Mi a franc? Ez valami RPG-szerűség lesz. Láthatatlan device, Termár DMR. Várj, a láthatatlanság egyből bent lesz. Új pisztoly, nagyon tetszik amúgy az új pisztoly. Az nagyon jónak néz ki. Mit csinál a macska? Ja, csak immortolt. Azt hittem még lehív valami ízét, vadászgépet. Érdekes. De ott láttam egy csomó új skint. Valahogy most a láthatatlanság izébe egyből bent van. Még egyszer meg kell néznünk. A grafika nagyon szépen néz ki a dzsungel amúgy. Nézzük a Battle Pass-t. Remélem látszik. Várj, az izét azt eltüntetem, a chatet. Mert az látom belelóg. Hol van? Itt. Jó. Na nézzük az új season Battle Pass. Végignézzük az egészet. 10 perces a videó. Úgyhogy felnéznek, megnézzük. Na nézzük. Ilyen a Battle Pass. Na. Oké. Na, ez az első loading screen, reward, cheer. Oké, wrap. Na, ilyen kis óra van rajta. Szerintem jó, animált. Elég menő glider így az elején. Ez ilyen óra glider, ez tetszik. Zene. Fú, elég fura zene volt, azt majd megnézzük külön. Óra backbling. Chronos lock. Órás zuhanás. Egész jól néz ki. Szerintem egész jól néz ki. V-Bucks, és itt van az era. Ez az első szín. Hát mondjuk ez a style, ez az kalap nélkül nem annyira jó. Na nézzük a második oldalt. Csávó itt van. Oké. Okay. Graffiti. Lándzsa. Az milyen animációs? Pörgetős? Pörgetős animáció, nagyon jó. Na ez egész, ez tetszik. Ez jól néz ki ez a csáki. Nem rossz. Ezt tudjátok mi ez az imót? Ez a... Melyik az a zene, amikor esőben táncolnak a... Isten... Van az a klipben, amikor az esőben táncolnak, az melyik? Az jut róla eszembe a... Ingyenes glider, srácok! Ó, surf glider full ingyen, ez free pass-es. Ja, az umbrella, az az umbrella. Ela, na az, na arra hasonlít ez az imót. Az umbrella, ja. Az mondjuk, így hogy világít, nem rész ki szarul annyira. A glider az nagyon jó, és az free. Loading, na ez a glider az jól néz ki, és tényleg ingyenes. Banner icon, V-Bucks. Oké, valami backbling az olyan wrap. A reaktív a wrapje, emoticon. És itt a stílus. A világítás az tetszik, hogy világít. Itt van a csaj. Gitár, emoticon. És így a backblingje az free pass-es, innen látom. A csákánya nem rossz. Nem is rossz a csákánya, ilyen lávás amúgy. Jó, a backbling az srácok free pass-es, tehát tök jó backblinget kapunk szerintem, tök korrekt. Jó, a wrap az nem, az is reaktív mondjuk lol. És itt a skin. Rian. Itt a Rian. Az olyan, mint a Sparkplug, nekem az jut eszembe róla, a Sparkplug skin. Loading screen, ugye ez lesz a zöld változat. A zöld a csákány, egész jó! Egész jó a zöldben. És ez is free, ingyenes, a csákány is ingyenes. Ó, ez is egy glider, rá lehet állni a gliderre. Ez nagyon jól néz ki, ez tök jó. Itt van a This is fine emote, ez a mém. Ez rohadt nagy.
Ez nagyon jó pofa. Ez nagyon jó lett amúgy. És itt van a zöld változat. Dzsungeles változatja. Na nézzük a következőt. Na itt van a relic loading screen. Na erre a sztájlokra kíváncsi leszek mondjuk. Vulkán emotikon. Aha, látom Epic Games mire készül. Készülget a vulkán. Készülget a vulkán. Oké. Vulkános zuhanás. Oké, nem rossz. Oké. Na neki lesz a signal tracker. Várj, mi volt a leírás? Az gyorsan visszatrekerek. The true hunter is never lost. Tényleg olyan kicsit olyan seven beütése van egyébként, picit. És akkor itt van a relic skin. Hát, maszka jobban néz ki. Szerintem maszka jobban néz ki a skin. Itt van a loading screenje. Mi a leírása? No secret, no enemy. Oké. Okay. Oké. Okay. Zsír, bannerikom. Megint egy lándzsa. Látom a lándzsák nagyon-nagyon most elkezdték föl. Nagyon elkezdték ezeket a lándzsákat bepakolni a Battle Pass-be most. V-Bucks Glider. A glidereket nagyon oda tették. Milyen sztály, milyen köpenye van. Nem is rossz. Nem is rossz. De úgy látom, hogy a glidereket nagyon megpakolták most ebben a seasonben, eddig nagyon komolyak. Ez lesz a Dynamo skin. Backblingje és szárny lesz. Azt látom. Glider. Mik ezek a gliderek, gyerekek? Ezek nagyon komolyak. Oké, okay. Ingyenes lesz ez a madár is. Én nem tudom, a Free Pass-ben nagyon jó cuccokat raktak. De mi ez a beállás? Ez ilyen birkózó beállás amúgy. Loading screen. V-Bucks. Ugye ez lesz a dupla csákány. Ez ilyen karom. Oké, okay. Imót. Jaj, ez igen, ez a visszaszámolás, valakit lefognak birkózás közben. Na ez a style, ez jól néz ki. Ezt sokan fogják használni. Mucha Luka, azaz. Ezt a style-t, ezt biztos, hogy sokan fogják használni, ez az fix amúgy. Loading screen, Lorenzo. Igen, most lesz Lorenzo skin. Emoticon. Na zene. Ó, ilyen felfedező zene, ez jó. Ez illik legalább a seasonhez, ez tök jó. Ó, ja nem, iránytű backblink, iránytű backblink. Oké. Okay. Macséta csákány, aha. Az oké, okay, és itt van Lorenzo. Loading screen. Zuhanás. Lol, ott egy kismadár mellettünk, az jó pofa. Még ez a glider is tök jó, iránytű van a tetején. Lol. Mondom, az összes glider jól néz ki a Battle Pass-ben. Ez az a tüzési mód. Oké, okay, és itt van a style. Lorenzo, aha. Hát nem rossz amúgy így stílussal. Na itt van az erának a második stílusa. Érdekes, hogy áthozták ide. Na, a dupla csákány. Nem rossz ez a csákány. Aha, ez jól néz ki. V-Bucks. És ugye itt van, át tud alakulni egy másik skinné. Wow. Ez a fiatal lénye, szerintem ilyen tehát én tudja magát, úgymond az időt irányítani. Sőt, még van egy harmadik stílus a Battle Pass-ben, lol. Oké. Okay. Óra backbling, megint. Dupla csákánynak a stílusa. Zöld. Kösz szépen, Connector, megint a donétot. Kösz szépen. Na itt van az ilyen türkiz szín, vagy valami ilyesmi, zöld. Optimus Prime Tier 100. Hát olyan hanyasnál lehet feloldani Optimus-t? 94-nél van Optimus Prime, 94. Autobot embléma. Graffiti. Emoticon. Itt van Optimusnak a baltája. Cybertronian X. Oké. Okay. V-Bucks. Optimus Prime. Wow. Ez az emotja, hogy a keze átalakul. Hát kár, hogy nem kamionnál alakul át. Kicsit kár amúgy. De várjál már, nincsen... 94 az utolsó skin.
Eddig is 94 volt, srácok. Tehát 94 volt az utolsó page. Eddig is, ja? Jó. Azt hittem, hogy volt 120. Jó, oké, oké, nincsen semmi baj. Azt hittem, hogy 100-ig ment eddig. Jó, jó, nem baj. Kár, hogy nem kamionnál alakul át, kicsit sajnálom, de nem baj, jó ez, jó ez. Na, mik vannak még? Na, ezek a bónusz revárdok. Oké, kap egy stílust a karom. Egy rózsaszín style. Van egy loading screen. Ez volt kilíkelve, ez a kép. Glider. Lol. Ez jól néz ki amúgy, ez ilyen dino-szerű. Ah, itt van a Dynamo-nak a stílusa. Autobot Signal Flare, ez a Transformers zuhanás. Lol. Backbling. Tüzes Glider, ha! Nem rossz amúgy. Macheta style. Ez nem nagy szám. És akkor itt van Lorenzo stílus, ez a maszkos. Ja, világít a szája. Ez amúgy egész pofás. Világít így, a maszkja világít. A gitárnak lesz egy zöld változata. Nomad Cravers, lol. Oké. Ez a glider, ez amúgy nem is rossz. Ilyen szörfös. És itt van a battle tested változat. Ez olyan, mint a sima, csak annyi, hogy karcos a skin, tehát nem egy nagy eresztés. Vannak ugye bónusz revárdok, ezek a super stylok. Van egy graffiti, vagy rap, bocsánat. Mert ez az Optimusnak a izéje, Prime. Nem, ez a Lorenzónak a rapje szerintem. Oké, botnak lesz egy zöld változata. Banner ikon. Szárny style. Ez ilyen jó furán néz ki, ez nagyon furán néz ki, ez a színek. Oké, glider style, ez nem tetszik annyira ez a szín. Graffiti, iránytű style. Macskának a csákánya. Mi ez a missile az izé, ásó. És itt van a Wild Guard relic. Ez lesz a, így fog kinézni majd a boss elvileg a dzsungelban. Ez a lándzsa, ez nem is rossz. Ez tetszik, ez a lándzsa, ez jól néz ki. Oké, ez jó. Szerbusz Molnix. Micsoda, hogy Pécsen toltad, hogy dőle a lehetséges, hogy PC-n folytatod a játékot? Annyi, hogy az Epic Games oldalára felmész, böngésző PC-n, és annyi, hogy össze kell kötnöd a PS fiúkodat a PC-vel, igazából ennyi. Nem annyira nehéz. Ez lesz a macskának a backblingje, nice. Ez a modár nem néz ki rosszul, Dynamo-nak a glidere. Van egy ilyen stílus, farmer style. Missile-nek a glidere, a macskának a glidere. Aha, csákányok. Oké. Dzsungeltánc. És itt van, hogy feszít? Be van durranva. És itt van a macska. A secret page, az utolsó page. Hány nap múlva lehet feloldani? Nem írja? Coming soon, nem írja, hogy mikor lehet feloldani. Cocos Dio, backbling, rap, zene. Ó, kis Hawaii. Zenékre kíváncsi leszek. Self-reflexing. Lol. 27 nap? Hol látjátok? 27, az egy hónap múlva, az nem olyan sok idő. Ja, látom, itt van, én meg itt néztem, hogy coming soon, bocsánat. 27 nap múlva lehet feloldani, az nem sok idő, az jövő hónap. Szerintem tudjátok, hogy mikor lehet feloldani? Amikor jönnek a summer challenge-ek valami, szerintem akkor. Szerintem majd akkor fognak jönni. Várj, volt egy page 2-je, nem? Vagy nem volt page 2-je a macskának? Vagy végignéztük? Itt volt egy page 2. Itt van egy page 2. Na mindegy, nem néztük végig akkor. Na hát ez a Battle Pass, srácok!
Nem tudom, amúgy nem, vannak benne jó dolgok. Ahogy észrevettem a Battle Pass-ben, a glidereket nagyon jól megcsinálták most ebben a Battle Pass-ben. A gliderek nagyon jók. Egy-kettő skinnek a stílusa is tetszik, meg a csákányok is jók lettek. A skinek azért nem tudom, a skinek azért annyira nem jönnek be. Egy-kettő skin tetszik, de nem lesz a kedvenc Battle Pass-en. Igen, a stylok jobbak lettek, sem én is azt néztem így a Battle Pass-ben. A macska tetszik, Optimus Prime tetszik, a Dynamo-nak a csontváz változata az jól néz ki. Ez tetszik nagyon. A relik sem rossz, de csak is maszkkal, persze, maszk nélkül annyira nem jön be. Ez a balta sem volt rossz, a glider is, ez a zöld glider, ez is tetszett, amit van, ez is nagyon jó. Tetszik még az Era skin, csak így kalapban valahogy jobban tetszik. Tehát van egy-két jó dolog benne. Ja, ennyi a Battle Pass. Nem rossz. Volt már rosszabb Battle Pass-ünk. Szerintem volt ennél rosszabb.